Kifulladóban az oltási kampány, eddig a lakosság alig 25%-a kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. Az oltási hajlandóság növelésére a hatóságok több intézkedést is hoztak, ilyen például a vidéki lakosok beoltására indított oltáskaraván. Az oltáskaravánok főként azokat a településeket célozzák meg, ahol alacsony az átoltottság, és az emberek nehezen jutnak el a legközelebbi városba. Az ütemtervet a prefektúra és a megyei közegészségügyi igazgatóságok dolgozzák ki, majd a települések polgármestereivel közösen szervezik meg a karavánokat. Az átoltottsági térképnek megfelelően Maros megyébe is néhány település piros volt, prioritással mentünk ki ezekre a településekre. Azon kívül figyelembe vesszük azt, hogy mennyire megközelíthető a település, van-e családorvos a településen, mekkora a populáció. Szóval ez egy több komponenses kritériumrendszer szerint dől el. Elsősorban olyan helyekre mennek, ahol nincs családorvos, valahogy, vagy ahol a családorvos nincs benne a rendszerben? Vagy igen, ezek prioritással bíró települések. Hogyan történik az orvosok toborzása? Van-e kiből válogatni? Vagy feladatként kiosztják? Hogy van? Hál' Istennek, hogy humán erőforrásunk az van, természetesen, hogy mindig van szükség humán erőforrásra. Ezeket a karavánokat, egy részét a Szebenből jövő katonakórház alkalmazottaival, a másik részét pedig a fix oltóközpontok keretén belül működő mobil oltócsoportokkal oldjuk meg, ők szállnak ki terepre. Az egészségügybe elkülönített pénz van, vagy máshonnan jön ezeknek a karavánoknak a költsége? Miből finanszírozod? Ezeket a költségeket az egészségügyi minisztérium állja, a kifizetendő összegeket utalja a népegészségügyi igazgatóságnak, illetve a népegészségügyi igazgatóság fizet tovább a polgármesteri hivataloknak, mert az ők udvarukban, az ők keretükön belül működnek az oltóközpontok. Értem, és az orvosok, akik és a személyzet, aki azok a polgármesteri hivatallal kötöttek szerződést. És ők is onnan kapják ők a fizetést. Ők is onnan kapják a fizetést. Milyen tapasztalatok vannak eddig? Az emberek oltakoznak, akarnak, elmennek ezekhez a központokhoz? A tapasztalatom az érdekes, ugyanis azt figyeltem meg, hogy az emberek szentesítik a helyet, ott, ahol a közösségi vezetők, a véleményformálók, gondolok itt polgármesterre, lelki vezetőkre, tanárokra, egyáltalán azokra, akikre a közösség felnéz, implikálódnak és foglalkoznak azzal, hogy beoltódjonak a településen az emberek, ott nagyon jó arányjal vesz részt a lakosság az oltási kampányba. Sajnos ott, ahol ez nem történik meg, botladozik a helyzet. Az 1500 főt számláló mezőméhes Marosvásárhelytől 35 kilométerre fekszik. Kászoni Emil polgármester fontosnak tartja, hogy a helybéliek számára is elérhető legyen a védőoltás. Prin discuțiile ce le-am cu doamna prefect, s-a organizat la noi la Mieșu de Câmpie caravana vaccinării. Astăzi noi ne ocupăm pentru aducerea cât mai multe persoane pentru vaccinare, atât tineri cât și bătrâni, pentru că așa putem să depășim acest moment care e grav la noi, pandemia. A településen a Pfizer vakcinájával oltanak, ami azt jelenti, hogy 3 hét múlva újból kiszállnak az egészségügyisek mezőméhesre. Én például a mentőállomásnál dolgozok, Marosvásárhelyen, Sármási kisebb állomáson van a munkahelyem. Minket a DCP értesített, hogy jöjjünk, hogy segítsünk a kollégáknak. Tehát nem várhatunk mostan olyan nagy jelenlétre, mert már régóta meg van kezdve az oltás, és az emberek nagyjából beoltották magukat. Maradtak, akik nem tudtak elmenni Ludasra, vagy Sármásra, vagy Vásárhelyre. Na, de elég jól a jelenlét. Nem gondoltam volna, hogy
még ennyien elfogadják, hogy jöttünk. Hát én győztem meg magamat, szóval a gyermekek is mondták, hogy jöjjek, eljöttem. De nem volt izgalom, nem, vagy? Nem. Emocija a fost, încă mai sunt, așa câteva, dar am venit pentru că sunt sigur că o să ne ceară la facultate. Și plus, fiu eu sigur. A fost cel mai simplu aici, în sat, să veniți? Cum nu v-ați dus la oraș să vă vaccinați până acum? Până acum n-am fost hotărât să fac vaccinul și acum, cum a venit și aici, sunt și destul de aproape, am venit repede. Még élni, hallottam, hogy használ jól mindennek. Akkor akkor én lakodalomok, csak azért nincsen meg a papír, nem fogadnak. Na, és aztán kaptam, jöjjek. Hát, ha nem halak meg ebből. Illus néni, van sok ember, aki mezőméhesen még úgy gondolja, hogy nem oltja be magát, nem oltatja be? Vannak. Most, mikor jöttem is, úgy mondott valaki, hogy ne jöjjek, ne jöjjek, azt mondtam, én már feltettem ezt magamban, én jöjjek, aztán mit ad az Isten. Ön beoltatta magát? Még nem. Hát most itt van ez az oltásközpont, ide vándorolt ma mezőméhesre. Nem gondolta meg, milyen indok az, amiért vajon beoltják az emberek magukat, és mi az, amiért nem? Ön nem? Én még nem. Még nem voltam se beteg, hál' Istennek. Pedig néppel dolgozok, de se a családom meg volt védve valahogy egyszer, nem tudom. Jó Isten, vagy tudom is én. Még nem, még várok. Uite, colegul te duce acolo pe scaun. Bine? A hatóságok azt remélik, hogy az oltáskaravánok ösztönzőleg hatnak azokra is, akik még bizonytalanok. Átoltottság tekintetében Kovászna megye országos szinten sereghajtónak számít. Itt a lakosság alig 18%-a kapta meg a védőoltást. Valószínűleg az is közrejátszik a dologban, hogy kevesebb volt gyakorlatilag az esetszám. Tehát abban a periódusban, amikor a sok eset volt, a hullám volt, úgymond, akkor is relatíve kevés eset volt Kovászna megyében. Úgyhogy ennek következtében gondolom, hogy az emberek nem érzik annyira közelinek, vagy égető problémának azt, hogy beoltassák magukat. Ezen kívül ugye a második oknak mondanám a mostani esetszám csökkenést, ami megint nem bíztatja arra, hogy az embereket, vagy nem ösztönzi arra, hogy oltakozzanak. És hát nem hagynám ki a szociális médiában terjedő rengeteg álhírt és rémhírt, ami olyan tömegben van és a mennyiségben van, hogy és olyan szinten sokszor, hogy egyszerűen nem lehet, vagy nem érdemes küzdeni ellene. Hogyan választják ki azokat a településeket, ahová kimegy az oltó? Igen, tehát az oltakozási kedvet, az általános oltakozási kedvet azért úgy eddig is láttuk. Igaz, hogy lévén, hogy a városokban voltak az oltóközpontok, nem látszott annyira helységre leosztva, hogy hol milyen helyzet, de nemrégiben kaptunk egy országos központi oltási bizottságtól egy jelentést, amelyben helységre le van osztva. És akkor láttuk, hogy hol vannak a nagyobb problémáink, és azokat a helységeket próbáljuk felkeresni. Ezek közül is nyilván azokat, ahol a családorvos nem vállalta be, vagy nincsenek annyira közel egy oltóközponthoz. A 940 lelket számláló Nagyajta lakosainak 50 kilométert kellene utazniuk egy sepsiszentgyörgyi, 66-ot egy brassói oltóközpontig. Honnan hallott arról a lehetőségről, hogy itt oltáskampány? Szomszédoktól. Na, Miklósvárról vagyok, nem ide valósi vagyok. És akkor ezt az egy jó oltást szeretném, ezt a Johnson-Johnson-t. És miért döntött úgy, hogy most oltatja be magát? Most van lehetőség, és itt van közé, és nem kell messze menni. Viszont la o vârstă și n-am mijloc de transport, locuiesc singura. Și atunci n-am avut posibilitatea. Și acum mi-a fost comod aici, foarte comod. Și mulțumesc, am înțeles de la domnul primar că Diaconia a organizat lucrul ăsta foarte bun. Binevenit pentru oameni ca mine, care n-au posibilități de transport, așa. Avem o singură mașină care merge la Brașov și una la Vodorhei.
și atunci ești legat de un program numai și nu se poate. Munca bajárok, hotelnál dolgozom, és nekem az egészségügyileg a külföldre számítottam a fiam, menni akkor nekem muszáj. Nem, hogy muszáj, hát most már én így döntöttem, hogy ezt megcsináltad. Most megnyíltak a sportok, és ezek azok ilyen társadalmi, hol lehet fenni többen, és akkor mégis jobb, ha elmegyünk fotballozni, bármink ott van már, sokan annak, és mégis sose lehet tudni, hogy valakitől elkapjuk, vagy továbbadjuk. Így most lehetséges. Most ingyenes, most lehetséges, és nem is kell menni városra, falunk községe most lehetséges. Ez az ok. Hallott róla, hogy oltáskampány van a faluban? Igen, máma volt 3-tól. És ön elmegy, hogy döntött? Nem, én nem adatom be. És miért? Hát szerintem nem olyan veszélyes ez a vírus, ahogy előadják az egészet. Én nem érzem úgy, hogy beadassam. Majd, hogyha esetleg kötelező lesz, akkor igen, de addig nem. Mennyire nehéz mondjuk megszólítani a lakosokat egy ilyen ügyen? Megszólítani nem nehéz, viszont azért meggyőzni, tehát úgy nem is nagyon lehet győzködni az embereket, tehát mindenki saját magát tudja tulajdonképpen meggyőzni, mi csak el tudjuk mondani azt, hogy esetleg ha beoltatja magát, akkor azzal életet menthet, azzal védi saját magát is, és a környezetben lévő szeretteit is. Ezt mi népszerűsítettük, és akkor így a község körülbelül 3%-a van most jelen. Lehet, hogy picivel több, mert akik nem voltak eredetileg felírva a listára, olyanok is jöttek most, hogy meggondolták magukat, vagy csak érdeklődni, és most kedvet kapnak. Vannak a betegségi problémáim, és egyszer érdeklődni szeretnék a doktornőtől, és majd utána. De ha előbb-utóbb én is beadatom. És milyen kérdései vannak, vagy milyen fenntartás? Hát, melyiket választhatnám, mert ugye vesémmel is baj van, baj is mirigy túltengésem van, és melyiket javasolná, melyik inakciót. Családorvossal beszélt erről? Még nem beszéltem róla. És ha beoltatnám magát, akkor miért oltatnám? Hát, hogy védjem még magam a koronavírustól. Mit remélnek ettől a kampányt? Mi nagyon reméljük az oltakozási kedv meredek növekedését. Nem tudom, hogy valószínűleg túlzottan optimista vagyok, bár nagyon kár, hiszen annak ellenére, hogy ez most egy látszólag könnyű periódus, és azt gondolhatjuk, hogy vége a veszélynek, de egyáltalán nincsen így. Nyugodtan jöhet egy negyedik hullám, amikor nagyobb veszélybe leszünk, és amennyire minél kevesebben oltatják már be magukat, annál nagyobb a veszélye egy negyedik hullámnak, és annál súlyosabb tud lenni egy negyedik hullám, mert ugye nincsenek meg, hogyha a beoltott emberek fékeznék úgymond a járvány terjedését, ha nincsenek beoltva az emberek, akkor viszont nagyobb, súlyosabb problémák lehetnek. A tájékoztatásban kulcsfontosságú szerepet játszó családorvosok hiánya minden bizonnyal hozzájárul ahhoz, hogy a falvakban alacsony az átoltottsági arány. Mint ahogy az is mérvadó lehet, hogy a kisebb települések egyre inkább elszigetelődnek. Buszjáratok hiányában körülményes, sokaknak lehetetlen eljutni a közelebbi városokba is. Így aztán nem marad más hátra, mint közelvinni az oltást az emberekhez, hogy bár azok, akik nem óckodnak, hozzáférhessenek a vakcinához.